Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon! Hogyha még új vagy itt, akkor én üzeneteket közvetítek, tarotkártyák és jóskártyák segítségével, és most megnézzük egy gyors, rövid üzenetek a szemétől, akire gondolsz. No contact, nem vagytok kapcsolatban, külön váltatok, vajon nem kommunikáltok, szóval derítsük ki, hogy mit mondana neked, mi jár a fejében, de csak nagyon rövid lesz, megpróbálom úgy. Három csoport közül választhatsz. Egyes karkötő, ez a csakra karkötő. Kettes csoport, fluorit karkötő. Hármas csoport, ametiszt karkötő. És hogyha tetszik ez a, amit csinálok, akkor légy szíves, iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm szépen előre is, és a kommenteket is köszönöm. Nézzük is, nem húzom tovább az időt. Egyes csoport, mit mondana neked? Gondolj egy személyre. No contactben. You and I were too young. Úgy gondolom, hogy túl éretlen volt. Immature kapcsolatra. Lehet, hogy nálad fiatalabb szeméről van szó. I know that I crossed the line with you. Tudom, hogy valamivel átléptem a határt veled. I am not available. Nem vagyok elérhető. Most ez azért, vagy mert van valaki-e, vagy pedig valamilyen okok miatt nem ér rá, nem tudod utolérni jelenleg. Mit mondana? Nem tudod, hogy mennyire nehéz volt elengedni téged. Szóval nehezen hozta meg ezt a döntést. Mindketten tudjuk, hogy nem én vagyok az igazi számodra. Azt hiszi, hogy úgy gondolja, hogy te jobbat érdemelsz nála. Mindenhol téged kereslek, vagy téged látlak. Megy az utcán, és azt hiszi, hogy téged látod. Vagy téged keres online. De titokban nagyon vonzódik hozzád. Testileg. Biztos. Fizikailag. Szexuálisan. Pontosan tudom, hogy mit csinálok. Lehet, hogy ez a terve. Vajon csodálja, hogy boldog vagy-e nélküle? Kíváncsi, hogy boldog vagy-e, mióta nem beszéltetek? Mit mondana neked, vagy mit gondol? Elhagytalak, mielőtt el tudtál volna hagyni.
itt van benne egy kis ilyen félsz, hogy inkább ő tűnt el, mint sem, hogy te mondd azt, hogy ennyi volt, vége. Az egója miatt nem tudtalak közel engedni magamhoz. Az intimitást nem tudja átélni teljesen, vagy nem meri. Ez az én hibám volt, de téged hibáztattalak. Az igazság kiderítése összetört engem. Valamire rájött, ami rosszul esett neki. De téged akarlak. Még mindig akar téged. Szóval lehet, hogy még ilyen vissza fog térni. De nem 100%. So many things remind me of you. Sokat gondol rád, ami eszébe jutsz gyakran. Bárcsak jobban bántam volna veled. Igen, nem ezt kellett volna mondania, hogy így viselkednie. Szóval lehet, hogy megbánta. Köszönöm, hogy megnézted az egyes csoport. Ha rezonált, kérlek, nyomj egy lájkot, vagy nézd meg a következő csoportot. Köszi! Kettes csoport, üdvözöllek! Mit mondana neked ez a személy, vagyis mit érez irántad? You don't know how hard it was to let you go. Nem tudod, hogy milyen nehéz volt téged elengedni. Tudom, hogy mit csinálok. Pontosan tudja. Na hát, az egyes csoportban is hasonló volt. Ha érdekel, akkor nézd meg azt is. Mit mondana ez a személy neked? Bárcsak a dolgok másképp alakultak volna. Csak a közeledben lenni olyan megtisztító hatású. Melletted úgy érzi, hogy biztonságban van. És hogy nem tudja, hogy azt gondolja, hogy boldog vagy nélküle. Boldog vagy-e vajon nélküle? Mióta nem vagytok együtt. Vissza és visszajátsza a egymást között lévő beszélgetéseiteket, visszaolvassa őket, de nem küld, nem válaszol az üzeneteidre eddig, és hogy finding out the truth, hogy mikor megtudta, hogy te mit döntöttél, vagy hogy elhagytad, akkor összetört teljesen. Vagy valami, ami megbántotta. Már csak jobban bántam volna veled. Azt mondaná, hogy hát igen, lehet, hogy már túl késő.
I want you. Pont ugyanez jött ki az egyes csoportban is. Érdekes. Akarlak téged. Az időzítést nem volt jó nekünk. Pont rosszkor, rossz helyen, rossz időben volt. I'm so attracted to you. Vonzódok, nagyon vonzódok hozzád. Szóval az egyes csoportban is ez volt. Kettes csoport, mit mondana neked? De el kell egymást engednünk. Valamiért. Miért? Mert mindketten tudjuk, hogy nem én vagyok az igazi számodra. Még annak ellenére, hogy távol vagy tőlem, még mindig érezlek. Akkor elhagytalak, vagy leléptem, amikor megláttalak valaki mással. Úgy látszik, kevés az önbecsülése, hogy nem akart küzdeni, érted? És anyagi dolgok mögé bújok. Még egy utolsót húzok. Én hibám volt, de téged hibáztattalak. Hát, ez a személy teljesen össze van zavarodva. Jobb is, hogy elment, lehet. Majd lesz másik. Harmadik csoport, ametiszt, karkötő. Mi az üzenet számodra tőle? Mint mondtam, ez egy rövid üzenetek lesz, úgyhogy nem akarom túl sokáig húzni. Mit mondana neked ez a személy, akivel nem vagytok kontaktban? Ez lehet egy ex-partner, vagy akivel megszakadt a kapcsolatod. Nézzük az üzenetet. Nem reagálok, amikor megemlítenek téged, a nevedet. Egyszerűen elrejti az érzéseid. I want you. Akar téged. Akarlak. Folyton rád gondolok. Állandóan rád gondol. Nem tud elfelejteni téged. Érezlek még úgy is, hogy távol vagy tőlem. Szóval távolság nem akadály számára. Továbbra is gondol rád. Remélem, hogy meg tudsz bocsájtani valamikor a jövőben. Hogy ki akar veled békülni, vagy azt akarja, hogy bocsáss meg neki. El akarom mondani, hogy mit érzek irántad, hogy mit érzek.
Eddig még soha senki nem jött ennyire közel hozzám, mint te. Néha nem tudok aludni, mert rád gondolok. Hálás vagyok a spirituális leckét. Most gyógyulnom kell, időre van szüksége. It's time for me to heal. De bizt érzések vannak itt, úgy látom. Elrejtettem, hogy ki vagyok valójában előled. Az igaz érzelmeit elrejtette. Bár csak jobban bánt volna veled. Most látja, hogy igenis, miután elveszített téged, hogy értékes vagy. Anyagi dolgok mögé bújik, vagy a munkába temetkezik. Kezdem megérteni a kapcsolatunkat, vagy konnekciónk. Érted? Connection. Most már érti. Úgyhogy lehet, hogy ez a személy még visszatér az életedbe. De nem 100%. Ezek voltak az üzenetei. Remélem, hogy tetszett. És rezonált veled, vagy választ egy másik csoportot, és köszönöm szépen, találkozunk legközelebb is. Iratkozz fel, ha még nem tetted meg, az nagy segítség számomra. Köszönöm, és szép napot!